Nem ivóvíz, olvasható ezen a betonlapon, amely alatt forrásvíz csobog a mecsekben. A jó időbe köszöntével egyre többen kirándulnak a természetben, ezért is fontos, hogy a túrázók tisztában legyenek az ilyen vizek fogyaszthatóságával. A Baranya megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya ugyan évente egyszer végez méréseket az ilyen kutaknál, ám ezek az értékek csak egy pillanatnyi állapotot mutatnak, hívta fel a figyelmet a megyei tiszti főorvos. Dr. Kassai Veronika elmondta, hogy kémiai és biológiai vizsgálatokat is végeznek a szakemberek a vízminőség ellenőrzése érdekében. Kiemelte, hogy az ilyen vizek nitrit tartalma különösen is veszélyes lehet. Állapotos nőknek, illetve csecsemőknek olyan problémát okozhat, hogy a hemoglobinnak, ugye a vérbe az oxigén szállító molekulának az oxigénkötő képességét rontja, és akár súlyos esetben halálhoz fulladáshoz is vezethet az ilyen magas nitrattartalmú ivóvíznek a fogyasztása. A szakember hangsúlyozta, hogy az ilyen forrásvizekből mindenki csak saját felelősségre fogyasszon, hiszen ezekben a kutakban akár természetes tartalomként, akár az emberi tevékenység következtében előfordulhatnak egészségre ártalmas olyan anyagok, kórokozók, melyek forralással sem távolíthatók el a vízből. A mecsek ugye egy karsztos terület. Ezenek a karsztos területeknek az a jellemzője, hogyha van egy nagy esőzés, és bemossa a különböző szennyeződéseket az esővíz a karsztos területen keresztül a forrásvízbe, az gyakorlatilag mindenféle szűrési lehetőség nélkül oda bezúdul. Pillanatok alatt elszennyeződnek ezek a kutak. A népegészségügyi főosztály szakemberei jelenleg is végzik a méréseket. A mecsekben 31 forrásvizét mintázzák.